Hévízen sajnos 1-0-ás vezetésről 2-1-es vereséget szenvedtünk. Gondolom nem ilyen bemutatkozásról álmodtál. Természetesen mindig nyerni akarok, meg minden mérkőzések, de nem vagyok elkeseredett, mert a srácok betettek minden, amit kellett volna betenni. Nagyon rossz pályán játszottunk, ellenfelek sajnos picit jobban alkalmaztak a pályán, mint mi, és az volt az eredményünk, hogy kikaptuk a végén, de én elégedett vagyok a játékosaimmal. Látni, hogy próbálnak megtartani, amit megbeszéltük az öltözőben. 42 perc első tök jól játszottak, az megcsináltak, amit megbeszéltük. Utána picit visszaestünk, 45. perc kaptunk gól, természetesen rossz korba, és akkor második félidőben majd fogunk javítani. Most dolgoztuk a héten, hogy ne forduljon el ugyanaz második félidőben. Próbáltam minél előbb benézni, sokat dolgozni, beszélni a játékosok, hogy minél előbb megismerem őket. A pályán főleg látom az edzéseken, hogy milyen képességi játékosok, és szerintem elég jól, elég gyorsabb haladok arrafele, hogy megismerem őket. Szerintem közösen meg jól fogunk dolgozni, eredményes. A hétvégén pedig már itt van a Honvéd, akiktől az ősszel kikaptunk 3-1-re, és közvetlen riválisaink a tabellán. Mit várhatunk azon a mérkőzésen? Nekem az a fontos, hogy a játékosaim játszanak, ahogy kell játszani, amit megbeszélünk az öltözön belül, amit dolgozunk a héten, azt szeretnék rátenni a pályán, mérkőzésre. Nekünk tök mindegy, hogy hívnak az ellenfel, mi mindig törlekszünk nyerni, meg játszani saját játékot. Természetesen a pálya is meglátjuk, hogy mi lesz, mennyit tudunk játszani, hogy tudjuk játszani, de játékosok már Hévízen megtanultak, hogy ha nem alkalmas pályajátékra, akkor harcolni kell. Úgy fogunk megnézni a vasárnapra, milyen pálya lesz, és természetesen győzelemre fogunk törekedni.